Hogyan értékeled a mai mérkőzést? Először is azzal kezdeném, hogy nagyon nehéz héten vagyunk túl, hiszen egyrészt játszottunk egy kupamérkőzést egy megye egyes csapat ellen, az nyilván már önmagában egy elég fárasztó dolog volt, illetve ugye itt most több betegség, sérülés, eltiltás nehezítette a felkészülésünket. Ennek köszönhetően sajnos a hétvégére eljutottunk odáig, hogy 12 mezőnyjátékosunk volt és 2 kapusunk, úgyhogy ez azt gondolom, hogy különösen nagy dicséretet érdemel mindenki a csapatból, aki ma pályára lépett, mert igazán azt lehet mondani, hogy egytől egyig mindenki megtette a magáért, mindenki teljes szívvel, nagy taktikai fegyelemmel küzdött. Igazából ezt csináltuk az előző 3 mérkőzésen is. Tehát azt gondolom, hogy amit hétről hétre mondtam, hogy ezt kell folytatnunk, ezt a játékot, ezt a hozzáállást, ez most is igaz volt. Ugyanazt folytattuk tényleg, amit eddig csináltunk. Annyival voltunk hatékonyabbak, hogy most rúgtunk végre 2 gólt. Volt egy nagyszerű kapus teljesítményünk, volt több olyan egyéni teljesítményünk, amiről azt gondolom, hogy ha ezt hétről hétre tudjuk hozni, nem kell természetesen mindig ugyanannak, de hogyha hétről hétre vannak kiemelkedő egyéni teljesítményünk, akkor mérkőzéseket fogunk nyerni. Jóval esélyesebb ellenfelek ellen is. Azt szeretném elmondani, hogy a Ráckevének természetesen sok sikert kívánunk a jövő hétre, a Ferencváros elleni kupamérkőzésére, és egyébként is a bajnokságban. A saját csapatomnak pedig még egyszer gratulálok, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. Laci, gratulálok a mai teljesítményedhez. Büntetőt is fogtál, zicsereket is védtél, igazán nagy szüksége volt rá a csapatnak. Hogy érezted belülről? A mérkőzés elején sok hiányzónk volt. Mi voltunk inkább az esélytelenebbek, de első fél időben magabiztosan védekeztünk, fegyelmezett volt a csapat, mind támadójátékban, mind védekezésben. Ennek köszönhetően sikerült is egy büntetőt kiharcolni, Vida Peti értékesítette. Aztán a második fél időben sajnos megint korán gólt kaptunk, ez már az utóbbi mérkőzéseken is előfordult. Ezt még nem sikerült kiküszöbölnünk. Ígért valamit az edzőtök ezzel kapcsolatban? Igen, pihenést azt nem fogadni, az biztos. Inkább futni fogunk. De szerencsére nem ültünk le a kapott gól után. Fegyelmezettek voltunk, és ennek köszönhetően a Karesz egy gyönyörű gólt tudott szerezni, olyanok is szereztük a győzelmet végre. Karesz, gratulálunk a gólodhoz egyrészt. Köszönöm. Másrészt, hogy láttad belülről a mérkőzést? Hát eléggé szervezetten játszottunk szerintem. Mindenki oda tette magát 100%-osan, és ez meg is látszott az eredményen. Mint védekezésben, mint támadásban. Úgyhogy gratulálok a csapatnak, meg az edzőknek. Köszönjük a gólod. Hogy volt belülről? Meséld el nekünk, létszás. Bármit meséljek. Gólodat, hogy történt a gól? Kaptam egy paszt a fecikétől, és megnéztem azt előttem, és szerencsére bement. Nagyon örültem neki. Gratulálunk, Kárek. Köszönöm.